Folytatódott a térzene, lehet lagzit tartani, megviseli a szárasság a legelőn élő állatokat is, folyamatosan készülnek a zenészek a karantén alatt is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. május 22-én 18 óra 5 perckor. Nézőink visszajelzéséből tudjuk, hogy mennyire népszerű a térzene Karcagon. Hétről hétre többen mennek ki a város különböző közterületeire meghallgatni az előadásokat. Helyszíni tudósításunk következik. Köszöntöm nézőnket, Kovács Jánossal beszélgetek, hiszen a Litus zenekar most itt volt nálunk, és nem első alkalommal, de most egy olyan fantasztikus három koncertet adtak ki, rövid koncertet, amire azt gondolom, hogy reméljük nem lesz még egyszer példa, hiszen most ez a vírus egy kicsit átírta ezt a mai napjukat. Nem először léptek föl, milyen érzésekkel jöttek Karcagra? Hát most már tulajdonképpen körülbelül 15 koncerten vagyunk túl ezen a szűk egy hétben, ami eltelt. Hát Karcagra nagyon jó érzésre jöttünk vissza, van, aki ide udvarolt a fiúk közül, tehát szinte családi kötődései vannak a zenekarnak Karcag felé. Örültünk azoknak a fellépéseknek, amiket ezekben az időszakokban, vagy vírusos időszakban kaptunk, mert igazából azt gondolom, hogy nekünk is egy nagyon jó dolog, hogy kiszabadulhattunk. Valahol nyilatkoztam valamelyik tévéstábnak, hogy egészen furcsa volt az első pár koncerten, amikor a Kottát láttam magam előtt, és hallottam a többieket magam mellett játszani. Tényleg sajnos, hát ugye mi is arra kényszerültünk, hogy nem jöhettünk össze egymással. Ez egy csodálatos érzés, amikor együtt muzsikálunk, és ezt megmutatni az embereknek, ráadásul azokat a reakciókat megtapasztalva, amiket az erkélyekről kapunk az emberektől, csodálatos érzés, és nagyon jó megtapasztalni ezt. Beszéljük egy picit a zenekar nevéről, hiszen, ahogy mondta, kiejteni egyszerű, mint leírni. Mit is jelent a szó? Igen, a Litus, ugye ez a nevünk, hogy Litus Részfúvós Quintet, és a Litus az egy római kori hangszer, ami ilyen aranymetszésszerűen van megtekerve, és hát a fiúk ezt választották annak idején a zenekar nevének. Én nem voltam még akkor a zenekar tagja, én később jöttem a képbe, amikor, hát ugye az a zenekar története, hogyha szabad így egy pár szóban megosztani a nézőkkel, hogy 2002-ben a srácok még akkor főiskolások voltak, és teljesen más volt az összeállítás, de az egyik trombitás elköltözött Debrecenből az idők során, és akkor 6-7 évvel ezelőtt szóltak, megkerestek, hogy ugyan már tanárbácsi, gyere már játszani velünk. A tanárbácsi ez azért érdekes, mert én mind a négy fiút tanítottam középiskolában, vagy kamarazenére, vagy trombitára. Akkor sok évet letagadhat, hiszen ezt nem gondoltuk volna. Köszönöm szépen. Sőt, van, akit zeneiskolában is már tanítottam. Úgyhogy hát ilyen kötődésünk van, és az egy végtelen megtisztelő érzés volt, amikor így megkerestek. Ez egy jó kis folyam volt tényleg, és nem is gondoltam volna. Mit kell tudni egyébként, amikor nem ilyen karanténkoncerteket adnak, akkor hol lépnek fel, és milyen zenét játszanak, hiszen itt azért most igyekeztek egy kis dallamos, egy kis vidám zenét. A Varóti lakótelepen mondták, ott pont idősek ott mellettem, hogy jól lenne egy kicsit táncra perdülni, de most nem lehet. Tehát igazándiból azt gondolom, hogy már ezzel örömet okoztak az embereknek, hogy megjelentek és megszólalt a zene. Igen, remélem, és a repertoárunkat is abban az irányba fejlesszük, hogy ezek a fellépések, ezek mindig olyan egyediek legyenek, tehát ahol a Litus megjelenik, ott túlnyomó részt a saját átiratainkat játsszuk. Ez egy különleges dolog, nem mindenki csinálja a hazai együttesek közül, amikor fellépnek a részfős kintek, akkor nagyon sok felé lehet ugyanazokat a számokat hallani. Mi erre nagyon-nagyon nagy gondot fordítottunk mindig is, hogy legyenek olyan átirataink, amiket tudjuk, hogy tetszenek a közönségnek, és ugyanakkor teljesen ránk jellemző felállásban, hangszerelésben szólalnak meg. Úgyhogy hát ha ez ennyire jó érzés az embereknek, hogy táncra kerekednének, akkor ez ennek nagyon örülök. Maximum 200 fő részvételével június 1-től rendezhető esküvő és lakodalom is. Fontos tudni, hogy az esküvői szertartásokat szűk körben már hétfőtől meg lehetett tartani, de a templomi esküvőket és a lakodalmokat csak június 15-e után. Ezután viszont akár szállodákban vagy éttermekben is lehet majd ünnepelni az ifjú párt. Ennek a hírnek minden bizonnyal sok házasodás előtt álló pár örül, mellettük pedig természetesen azok is, akik esküvőkön dolgoznak, hiszen őket is érzékenyen érintette az elmúlt időszak.
A mi esküvőink augusztus és szeptemberi időszakban, tehát az őszi időszakban voltak aktuálisak, így ezeket hál' Istennek nem kell lemondani, hanem megtarthatjuk, illetve azóta, mióta ez a bejelentés történt, további megkeresések is történtek, hogy volt, aki tervezte az esküvőt, de a veszélyhelyzet miatt félt, amiatt, hogy el kell esetleg halasztani, így már számukra is egyértelmű és biztos, hogy megtarthatják az esküvőt. A Bereki Park étteremben már csiszolják a parket, tehát hogy a násznép megszépült környezetben tudjon lagzizni. Itt az étteremben már kipakoltuk, mert a jövő héten egy kicsit felújítjuk az éttermet, a parkettát felcsiszoltatjuk, illetve újrafényeztetjük, valamint a festő is érkezik, és tisztasági festést is tartunk. Ezzel készülünk az újranyitásra, illetve készülünk a lagzikra. Szigorú előírásokat természetesen nekik is be kell tartaniuk. A másfél méter távolságot az asztalok között meg kell hagyni, illetve a vendégeknek ajánlott a szájmaszk viselése. Ezen kívül természetesen az alkalmazottaknak is szükséges szájmaszkot viselni. Ezt egyébként most is betartjuk, illetve 200 fő a maximálisan megengedett létszám. Lesznek olyan esküvők náluk, amiket már sokan késő őszre vagy télre szervezték. A hetek óta tartó szárazság miatt nagyon gyenge a legelő a karcagi Kecskedi pusztán is, ahol Bene Sándor állatállománya legel. A gazdálkodó szerint legalább 60 mm eső hiányzik a talajból, ha nem lesz rövidesen eső, az elvetett kalászosaik is megsínlik ezt. A Bene család legeltetési állattartással foglalkozik. A téli szállásról kihajtották a nyári legelőkre az állataikat. 250 hortobágyi racka juhot tartanak, van 100 húsmarhájuk és 15 lovuk. Hortobágyi racka juhokat, vagy a régebbi ősebb nevén magyar juhot tartunk, fehér és fekete színváltozatban, amelyet tenyésztünk és igyekszünk hozzájárulni a fajta genetikai fenntartásához, és ezen kívül húsmarhákat tartunk, tenyésztünk. Ez egy magyar tarka és limuzin keverékállomány, és ilyenkor tavasszal a Szentgyörgy nap környékén hagyományosan, vagy ha az idő engedi, illetve ha már elég erős a mező, akkor hamarabb szoktunk kihajtani az állatokkal, és akkor őszig, szeptember végéig, októberig, amíg olyan idő van, meg van tényleg elérhető mennyiségű takarmány nekik, addig szoktunk velük kinmaradni. A legeltetéshez a terület adott a Kecskedi pusztánál. Bene Sándor ugyanazt a gazdálkodás folytatja családjával, amit még édesapjával kezdett el évekkel ezelőtt. Az alapvető feltétel a legeltetéses állattartásnál, hogy legyen megfelelő mennyiségű terület, úgy, ahogy például a nomád elődeinknél, ők is hatalmas területeket bejártak, voltak téli meg nyári szálláshelyek, és úgy tartották az állataikat. Tehát végülis nekünk is úgy alakult az élet, hogy a téli úgymond szálláshely az másik helyen van, nyára viszont nyári szállásokra hajtjuk ki a juhokat és a marhákat, és ide a Kecskedi pusztára. Lovaik egyrészt a legeltető területek karbantartásában vesznek, másrészt az általa vesztett pusztai róka nomád hagyományőrző egyesület lovas igényeinek egy részét is kiszolgálják. Milyen 15 lovunk van összesen. Egyébként azt el kell mondanom, hogy édesapámmal gazdálkodtunk éveken keresztül, vagy az egész család, azt lehet mondani. És akkor végül is ugyanazt a gazdaságot visszük tovább, amit ő irányított évtizedeken keresztül, és az állat létszám is végül is ugyanaz szinte, tehát juhokból van egy 250 anyaállatunk, marhákból van 100 darab tehenünk a húsmarhából, illetve hát lovunk van 15 darab, ezek főképpen sági arab fajtájú lovak, és hát a területeknek a karbantartásában vesznek részt, tehát azt szolgálják részben, hogy rendben legyen tartva a környezetünk, szépen le legyen legelve itt a Kecskedi pusztának az a része, amit rájuk bízunk, illetve hát a pusztai róka nomád hagyományozó egyesületnek a lóigényének egy részét is kiszolgálják. Nagyon jól érzik magukat a legelőn, egész nap játszanak, szaladgálnak, és amikor úgy adódik, közelebb jönnek a tanyához, s jót isznak a friss hideg kútvízből. Nagyon jó természetű, jó idegrendszerű, jó készségekkel rendelkező négy láb kesely, hókafejű pej, ló. És hát tényleg egy igazi társ. Hát azt lehet mondani, hogy az embernek kitalálja gondolatait,
olykor ő is szeretne szólni valamit. Szeretne. Jó huncut, menjél arrébb. Egyébként inni jöttek be, tehát ők itt szabadon élnek kint a legelőn. Egész nap játszanak egymással, meg szaladgálnak a gyepen, és hát mikor úgy adódik, megszomjaznak, akkor itt közelebb jönnek a tanyához, és akkor jót isznak a friss ideg kútvízből. A telet átvészelték, volt elegendő takarmányuk is, tavaly elegendő szálas takarmányt gyűjtöttek be, amiből maradt is bőséggel, így nem lesz gondjuk, ha kevesebb lesz idén a széna. A rendkívüli száraz tavasz megviseli a határt. A gyep nagyon gyengén indult meg. Alig van itt legelni a marháknak, juhoknak a sovány mezőn. A szántóföldeken is hatalmas nagy a szárazság. A kapás kultúrákat félig szárazföldbe vetették. Ha nem lesz eső, nagyon heterogén lesz a kelés a gabonáknál. Nem lenne baj, ha néhány alkalommal kapnánk 20-25 mm-eket. Igen, tavalyi évben hál' Istennek tudtunk elegendő szálas takarmányt, szénát készíteni a területeinkről, és maradt is szerencsére bőséggel. Úgyhogy az idei évben azt gondolom, hogy nem lesz gond, még ha kevesebb lesz a takarmány is, akkor se lesz probléma, mert vannak tartalékaink. Habár a tavasz az rendkívül száraz, elkeserítően azt lehet mondani, tehát a gyep is csak nagyon gyengén indult meg, tehát alig van mit legelni a marháknak, a juhoknak ez a kisebb mező is egyébként az elegendő, de a marháknak elég sovány a mező, azt lehet mondani, és hát a szántóföldeken is hatalmas nagy szárazság van, el vannak vetve mindenfelé a kapás kultúrák. Azt lehet mondani, hogy hát félig száraz földbe lett vetve, tehát ha nem lesz eső, akkor azt gondolom, hogy nagyon heterogén lesz a kelés. A gabonák is megsínylették egy kicsit ezt a szárazságot, úgyhogy hát nagyon várjuk az esőt. Ha nem lesznek áztató esők, egy hónap múlva a nagy szárazság miatt más lesz a határképe. Híradónk vendége Törőcsik István karcagi zenész, aki pedagógus munkája mellett folyamatosan töri a fejét az új zeneszámok, klippek megalkotásán. Hogy most min is dolgozott, azt tőle kérdezzük meg. Mai vendégünk Törőcsik István zenész. Mivel Pistivel régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk az interjú ideje alatt is. Szerbusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, üdvözlöm a kedves nézőket. Mesélj egy kicsit magadról, mit lehet tudni rólad? Tulajdonképpen én egy 32 éves, nem túl idős személy vagyok, aki a mindennapi életben kenderesen kollégium igazgató. Emellett félig hobbiként, félig próbálok azért a profizmus felé irányulóan, de zenészként is tevékenykedni. Hogyan jött a zene az életedben? Maga a zene az már gyerekkoromban nagy vonzóerődnek számított. Nagyapámnak a régen kis összekuporgatott pénzéből lévő ágyát szanaszét ugráltam például, vagy már dobolgatni kezdtem a régi puffokon, és hát ugye egyértelmű volt az irányvonal, hogy én inkább a ritmus szekció fele fogok orientálódni a későbbiek során. Ebből azonban csak olyan 16 éves koromban lett valamikor, túlkorosként felvételt nyertem a helyi zeneiskolába, és akkor ott 4 évet eltöltöttem, majd utána még 3 évet magántanárnál tanultam, és hát mellette megépítgettem a saját zenekaromat. Milyen hangszeren tanultál? Én dobon tanultam zenélni elsősorban. Ugyanakkor van néhány másik hangszer is, amit úgy az idők folyamán egy kicsit autodidakta módon a zeneszerzés miatt megtanultam. Ilyen például a basszusgitár, vagy egy minimális szinten a zongora. A kezdeteket követően hogyan folytatódott a zenélés? Az egész ez valahogy úgy indult, hogy úgy cseppentem én ebbe a zenei életbe bele, hogy volt egy évfolyam társam, akinek segítettem még annó a gimnáziumban énekórán a kétkezes ritmus gyakorlatot eljátszani, és mondta, hogy te dobolsz, mondtam, hogy hát gondoltam már rá, de úgy még úgy nagyon nem. Azt mondta rögtön rá, hogy nekem lesz egy zenekarom, mindenki most tanul játszani, gyere te is, és akkor megvan a dobos. Jó, így körülbelül bele is csöppentem a dolgokba, és akkor ott megtörtént a leosztás, hogy akkor te leszel a dobos, a gitáros, a basszusgitáros, stb. Holott még előtte életünkben nem láttunk ilyen jellegű hangszereket ilyen test közelből, és hát elkezdtünk
ugye zenélgetni, hát nyilván az első próbálkozások olyanok voltak, amilyenek, de úgy nagyjából 2006 körül kezdődött el komolyabbra fordulni a dolog, és 2012-ig működött egy nagyon szoros baráti kapcsolatból a jelenlegi zenekarnak az elődje. Majd utána egy bő fél év, háromnegyed éves szünettel egy letisztultabb változat vette kezdetét, ez már Brain Drain néven futott, és 2013 óta hivatalosan úgy tekintjük, tehát 2013 óta a Brain Drain nevű formációban vagyok dobos, meg énekes is egyben. Milyen stílusban játszik a zenekar? Nagyon sok stílust képviselünk, mondhatom azt, hogy inkább a stílus határokat feszegetjük, mert van egy alapvető koncepciónk, hogy a rock és a metal, ugyanakkor nem vagyunk restek populárisabb irányt sem mellőzni a zenéinkből, illetve hajlamosak vagyunk olyan jellegű elektronikai megoldásokra is, amik mondjuk egy rockzenekarra azért nem feltétlen jellemző. Saját szerzemények születtek már? Kizárólag saját szerzeményeink vannak. Egyetlen egyszer készítettünk a tavalyi évbe egy feldolgozást a KFT zenekarnak a Bál az Operában című dalából, de ezt leszámítva kizárólag saját szerzeményekkel törődünk csak. Mik a témáitok, és hol szoktatok megmutatkozni? Leginkább az emberi kapcsolatokból adódó problémákat, illetve hullámvölgyeket szoktuk a zenénkbe megmutatni, megzenésíteni, illetve most a jelenleg készülő nagylemez, tehát a legújabb nagylemezünknél már egy sokkal szélesebb skálát fogok ezzel reprezentálni. Például ilyen átvitt értelemben írok a saját életemről, hogy milyen nehéz megtalálni az embernek a saját útját, és sokszor mennyi lemondással, meg minden egyébben jár az, hogy tulajdonképpen el is érjük ezeket. Az pedig, hogy hol szoktuk magunkat megmutatni, nagyon változó. Szerencsére a kezdetek óta azért nagyon nagy irányú előrelépés történt, tehát nem csak helyben, illetve mondjuk 15-20 kilométeres körzetben tudjuk magunkat megmutatni, hanem országos szinten, sőt most már az utóbbi években sikerült az ország határokat is átlépni, és nekünk elsősorban Szerbia, illetve Románia az, ami úgy igazán bevált és igazán elindult olyan irányba, hogy azt tudjuk mondani, hogy nekünk különösen meg is éri ez. Hogyan fogadnak benneteket ott kint a rajongók? Nagyon érdekes a dolog, mert óriási szeretet övez bennünket körül. Biztos benne van ebben az is, hogy ugye a kint ragadt magyarság is benne van, de ugyanúgy akár a szerbekkel, akár a románokkal is nagyon-nagyon jó viszonyunk van. Nincsenek atrocitások, mondjuk mi elsősorban olyan klubokba megyünk, ahol ilyen, tehát mit tudom én, nemzeti hovatartozásból adódóan nincsenek atrocitások, mindenki barát, és mondhatom azt, hogy mindenkit ugyanúgy szeretünk, és ugyanúgy tisztelünk. Pontosan ezért, ha külföldön játszunk, akkor angolul is szoktunk játszani, azért, hogy a külföldi közönség is megértse azt, hogy mi igazság szerint mit is képviselünk. Említetted, hogy ugye kollégiumigazgatóként dolgozol, és mellette van a zene, mint hobbi. Tudsz-e hatást gyakorolni az ottani gyerekekre? Hogyan tudod esetleg a mindennapokba bevinni a zenét? Hogyan tudod színesíteni a kollégiumi életet? A kollégiumi életben valahogy úgy működik ez a dolog, hogy mindig vannak rendezvények a kollégiumon belül. Most például legutóbb itt a karanténos időszak előtt volt egy kollégiumi farsang, és a kollégiumi farsang keretein belül játszottam a gyerekeknek ott élőben egy dalt. Nyilván úgy, hogy zenei alapot vittem, tehát igazság szerint csak egy basszusgitárt vettem a nyakamba, és arról játszottam, a többi hangszer az alapról ment, és ott játszottam egy dalt nekik, ami természetesen óriási siker volt, ugyanis hát nem egy megszokott dolog az, hogy mondjuk egy kollégium igazgató így rockzenét játszon a fiataloknak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ott, mikor mindenki beöltözik és valamivel megmutatja magát, akkor én is részese akarok lenni ennek a dolognak, és én is természetesen a gyerekekkel együtt szeretnék nagyon jól szórakozni aznap este. Én köszönöm, hogy vendégünk voltál, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.
Viszontlátásra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!